a második Final Four-od a csapattal, a második Isztambulban, és a második a Salamanca ellen az elődöntőben, minthogyha a történelem ismételni önmagát, hogyan készültök erre a hétvégére? Ez így van, valóban másodjára sikerül részt venni ezen a nagyon nemes küzdelmen és megmérettetésen. Igazából a felkészülés az talán egy picikét most rövidebb, mint azt eredetileg terveztük, de azt gondolom, hogy ennek is meg lesznek talán a pozitív hozadékai. Igazából egy nagyon összetett rendszert játszik a Salamanca mind védekezésben, mind támadásban, úgyhogy most nagyon fontos és lényeges lesz a következő napokban, hogy a fejeket miként fogjuk tudni megtölteni ezen tudással. Rengeteg információt fogunk átadni a játékosoknak, és ennek bizonyos részét nem fogjuk tudni nyilván edzésen gyakorolni, úgyhogy bízom benne, hogy a korábbi mérkőzésekre, amit a szezon során felkészültünk, az ott megtanult szituációvédések most egyre jobban hasznosolni fognak, és elő fogjuk tudni húzni, és annak ellenére, hogy kevesebb időnk jut ezeket edzéseken lelépni, jó kivitelezett védések lesznek, mert ez lesz az elsődleges szempont, hogy tulajdonképpen a 0-tól a 40. percig nekünk védekezésben nem szabad hibázni, nem szabad olyan periódusokat adni a Salamancának, ahol ezen hibákat kihasználva egy nagyobb lépéselőnyre tesznek szert. Az eredmények nyilván önmagukért beszélnek, tehát ezt egyszerűen nem is lehet vitatni, látva a játékukat, mindazon túl, hogy borzasztó kemény és szervezett, és minden szituációra van válaszuk védekezésben, mellette egy nagyon hatékony támadó játék is párosul mellé. Nagyon lényeges lesz az, hogy részletek. A spacing mindig rendben legyen, jó zárásokat kell adni, jó előkészítések kellenek a labdás kettő-kettőkön, lendületes betörésekkel kell bontani, mert borzasztó gyors a rotációjuk, nagyon agresszívak a védőik, és ezt követően pedig döntéshozatal jól olvasni a védelmet, és kiosztások után gyors döntéseket hozni. Mire lehet számítani a Fenerbahce-től és a Prágától? Egy borzasztó kemény roster és olyan a játékosok, akik egyénileg képesek mérkőzést eldönteni. Nem is egy szerepel egyik csapat keretében sem. Nyilvánvalóan taktikailag különböznek ezek a csapatok egymástól, más-más felfogás jellemzi őket, úgyhogy látva majd az, hogy esetlegesen ki lesz az ellenfelünk, fogok tudni ennél többet mondani. Nyilván a Prágával nem mérkőztünk meg idén, Fenerbahce-val játszottunk, mind a mellett, hogy borzasztó jó játékosaik vannak, rájuk is jellemző az a nagyfokú szervezettség és átgondoltság, ami a Salamancára. Maga a helyszín az nyilván különleges, és olyan helyszín, amelyet eddig korábban mondjuk egy Euroliga férfi mérkőzés kapcsán láthattam a tévén keresztül, most élőben ott lenni és ott játszani, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagy élmény lesz, úgyhogy állunk elébe. Először is óriási köszönet, hogy ezt a hosszú utat megteszik értünk, és ott lesznek velünk és szurkolnak nekünk. Ahogy az korábban is elmondtam, ez a plusz energia, ez a plusz segítség mindig jól jön, főleg egy ilyen kiélezett mérkőzésen, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és köszönet nekik, hogy eljönnek velünk.